hibátlan mérleggel, 3 győzelemmel a hátra mögött érkezett Nyíregyházára a fővárosi együttes, azzal a céllal, hogy megnehezítse a hazaiak dolgát. Ez csak a mérkőzés elején sikerült, aztán fokozatosan felülkerekedett ellenfelén az NTK. Valamennyi nyíregyházi játékos felülmúlt ellenfelét, és végül 3396 fát szerezve 8-0-ás erődemonstráló győzelemmel zárta a meccset a továbbra is 100%-os házigazda. 60 dobásig fejfej mellett haladtak a csapatok, de a harmadik szedben a Hakker Dezső és a Magyarorsi Péter révén jócskán sikerült elhúznunk a dinamósokkal szemben, és begyűjteni a fontos csapatpontot. A középső sorban még próbálták valamennyire enyhíteni a különbséget, a vendégek két legjobb játékosa lépett dobóállásba, de a sérülését jelző Ráski János helyett Kastra Zsolt beugorva megszerezte a fontos csapatpontot, míg mellette a Szolyka Miklós is egy küzdelmes csatában szintén csapatpontot szerzett, és sikerült visszaverni a támadásukat olyannyira, hogy még plusz csapatfát is szállítottak a mieink. Ekkor már 4-0 arányba vezettünk, és több mint 100 fás előnyünk volt, és itt már lehetett azt látni, hogy ez valószínűleg egy 8-0-ás pofon is könnyedén lehet. Nem is volt ez másként, ugyanis a Fehér Béla átlépte a 600-as határt. Első hazai mérkőzésünkön, aki a 600-at átlépte, megszerezte maga biztosan a fontos csapatpontot, míg jó magamnak is végig vezetve sikerült a pontot begyűjteni. Az NTK a következő fordulóban a gázművek otthonában szeretné folytatni győzelmi sorozatát. Egy megtátosodott gázműveket látunk a tabella közép-felső mezőnyében tanyázni. Ebből két mérkőzést megnyertek, egy mérkőzést veszítettek el csupán, úgyhogy mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátásunk. Idegenben különösen nehéz dolgunk van, mert azért nem nagyon ismerjük ezeket a pályákat, mert már régen jártunk ezeken a helyeken, úgyhogy mindenképpen a tudásunk legjavát kell majd nyújtani, és bízom benne, hogyha továbbra is így robog a vonatunk, akkor mindenképpen ott is győzni szeretnénk Budapesten, és nekünk csak ez lehet most a legfontosabb, hogy a két pontot elhozzuk a gázművek otthonából. Az NB egy keleti csoportjának tabelláját az Eger vezeti, 4 mérkőzésen szerzett 6 pontjával, a szintén 6 pontot, de csak 3 meccset játszó nyíregyházi Tekeklub előtt.